A gazdaságfejlesztés nem csak a vajdasági vállalkozók mindennapjait könnyíti meg, hanem a vajdasági magyar kapcsolatokra van jótékony hatással. A magyar kis és közepes vállalkozások számára különösen értékes terület lehet Vajdaság, ezért Magyarország szabadkai főkonzulátusa az elmúlt évek gyakorlatát folytatva 2016-ban is a lehető legtöbb potenciális beruházóval ismerteti meg a vajdasági lehetőségeket. A mezőgazdaság mindig is egy kiemelt kapcsolatot jelent a két ország között, de emellett természetesen más lehetőségekkel is próbálkozunk, hiszen ivóvíz, szennyvíz gazdálkodás tekintetében, illetőleg a turizmus tekintetében is vannak készülő beruházások a Vajdaságban. A Magyar Nemzeti Kereskedőház újvidéki és a közelmúltban megnyitott szabadkai irodája is részt vesz ebben a munkában. A vajdasági gazdák és vállalkozók hátrányos helyzetét hivatottak az irodák és a Vajdasági Magyar Szövetség által kidolgozott, a magyar állam által anyagi eszközökkel támogatott gazdaságfejlesztési program ellensúlyozni. Ebben a pillanatban elsősorban a vállalkozói ötletekre támaszkodunk. De második lépésben egészen biztos, hogy nekünk kell elkezdenünk generálni olyan történeteket, amikhez vállalkozásokat, vállalkozókat keresünk, és amiknek a termékeivel be tudunk illeszkedni abba a kereskedőházi ajánlatrendszerbe, kínálatrendszerbe, amelyik a piacra jutásnak a lehetőségét fogja biztosítani. A kereskedőház világszerte 35 irodával rendelkezik, amelyből 22 a Kárpát-medencében található. A képviseletek célja nem csak a kivitel serkentése, hanem a vegyes és leányvállalatok létrehozásának ösztönzése is. A Vajdaság tekintetében van hová fejlődni. Itt 400-600 közé satszoljuk a vállalkozások számát, akik Magyarországról már megtelepedtek. De én úgy vélem, hogy ez a vajdasági gazdaságfejlesztési program ösztönzőleg hat majd a magyarországi cégek részére, hogy igenis komolyan gondoljuk a vajdasági jelenlétünket, gazdasági jelenlétünket, érdemes hosszú távon számolni velünk, érdemes vajdasági céget létrehozni. A magyarországi forgalmazók számára kecsegtető lehet a vajdasági cég alapítás, mivel számos vajdasági termék minősége és piacképessége vetekszik a nyugati országokban gyártottakkal, viszont az előnyösebb vámszabályok miatt könnyebben kivitelre kerülhet. Míg egyes országokban a magyarországi termékekre 17%-os vámot számolhatnak fel, addig a vajdaságira csupán 1%-ot.